Sok szeretettel köszöntünk benneteket a szakkollégiumi napok utolsó programján, a pénteki kísérletezésen. Köszönjük szépen Hertley tanárunknak, hogy vállalta a kísérletezést. Fogadjátok szeretettel. No. Hát nagyon szépen köszönöm a felkérést, nagy megtiszteltetés, hogy idén is a szakkollégiumi napok programjába bekerültem. És hát arra gondoltam, hogy a kísérletek közül próbálok olyan kísérleteket mutatni, amik elsősorban a valamilyen szinten a vegyészekhez szól. Az első ilyen kísérlet az itt látható, ebben az edényben egy szép nagy jégtömb van. Ezt a jégtömböt elhelyezem ide, és a jégtömböt körbevevő, nagyon vékony dróttal, ez lesz a kísérletünknek a főszereplője, ez egy ilyen 1/10 mm vastagságú, vékony acélhúzal, rúgóacél, és erre a rúgóacélra, ennek az aljára rá fogunk akasztani egy szép nagy vastömböt. Ez a vastömb hogyha szép lassan akasztjuk föl, igen, akkor hát ugye a dinamikus hatások azonnal elszakítanák az acéldrótot. Valójában, hogyha óvatosan engedjük rá, akkor az acéldrót nem fog akkor a dinamikus hatást szenvedni, hogy elszakadjon. Az acéldrót azért kell, hogy vékony legyen, mert ezen a felületen, ahol a jéggel találkozik, így egy igen nagy nyomás fog kialakulni. Ennek a nyomásnak a hatására a jég meg fog olvadni. A halmazállapot változás, ugye a jégnek a halmazállapot változása, hogy megolvad, az nem csak, tehát a legfontosabb dolog, hogy nem csak azt tudjuk mondani, hogy nulla fokon fog megolvadni, hanem ez nyomásfüggő. És így az acéldrót segítségével nagy nyomást fogunk tudni létrehozni. Ennek a nagy nyomásnak a hatására, ahol a nagy nyomás kialakul, meg fog olvadni a jég, és a víz ki fog szorulni a drót alól, és ott megszűnik a nyomás, és rögtön vissza is fog fagyni. Tehát az a lényeg az dolognak, hogy egy folyamatot indítottunk el, ami azt jelenti, hogy a drót alján végig olvad a jég, és ahogy a jég kikerül a drót alól, rögtön vissza fog fagyni. A kísérletnek az a lényege, hogy a drótnak az egybemaradása mellett keresztül fog menni ezen a jégtömbön, és a jégtömb is egybemarad, és a drót is egybemarad. Mit lehet erről a kísérletről mondani? Ha valaki egy kicsit többet szeretne az előadás után olvasni erről, akkor a jégnek a regelációjával kell foglalkozni. Tulajdonképpen ez a jelenség teszi azt lehetővé, hogy például lehet korcsolyázni. Amikor az ember a korcsolyára rááll, akkor a korcsolyának az éle nagy nyomást fejt ki a jégre, és azon a helyen meg fog fagyni a jég, meg fog olvadni a jég, és ez fogja biztosítani a korcsolyázáshoz a csúszást, hogy jól tud majd csúszni. Ugye ilyen tükrösre hiába csinálunk meg mondjuk márványt, ugye a márvány hiába állunk rá korcsával, az nem fog csúszni. Tehát ezt mindenképpen érdemes megnézni. A kísérletből, mondom, azt nagyon jól meg lehet látni, hogy a jég olvadása az nem csak a hőmérséklettől függ, hanem a nyomástól is. Én egy pillanatra becsukom az ajtót, mert visszahallom saját magamat. Nem tudom, miért ott bekapcsolva maradt egy komputer, és ez engem igen zavar. Na, ez az egyik kísérlet, amit szeretnék a jéggel kapcsolatosan megmutatni, és van még másik két kísérlet, ami a jéggel foglalkozik, a jégnek az olvadásával. Itt van, hát nagyjából két közel azonos méretű üveghenger, amiből az egyikbe teszünk egy kis konyhasót. Így körülbelül annyi konyhasót teszek bele, szerintem így nagyságrendileg, hogy emlékeztessen a tengernek a sótartalmára. És ezek után mind a kettőbe teszünk vizet. Így is van. A kísérlet
a jégolvasztással fog foglalkozni. Ugye megegyeztünk, hogy ebben van a só, ezt majd mindjárt még segítünk az oldódásában. Úgyni. Úgyhogy, hogy ez biztosan jól oldódjék, ezért én fogom is egy kicsit megkeverjük. Úgyni. Lehet, hogy a vegyészek ezt nem engednék meg egy gyakorlaton, ugye, mert ott ezt gondolom a labor gyakorlatokról tudják, de én viszont biztos vagyok benne, hogy víz van és konyhasó, úgyhogy ilyenkor ez megengedhető. Általában ugye a vegyipari kísérleteknél ez nem. Talán még tegyünk bele egy keveset, nem sokat, csak egy picit. És akkor csináltam előre jégkockát. Ez a következő, amire el fogok menni az előadás során. A jégkockát megnézzük, hogy hogyan fog olvadni a két hengerben. Ez lesz a fő kísérlet. És akkor szaladok is a jégkockáért. Szóval, itt van a jégkocka, nem is akármilyen jégkocka. Ezt a jégkockát én megfestettem, azért, hogy lássuk az olvadó víznek az útját. Tehát, jó. Teszünk kettő darab jégkockát az egyik, és kettő darab jégkockát a másik vízbe. És ami biztos alapon, a kezemet megtörlöm. Most már nagyjából úgy nézek ki, mint a disznóvágásról jönnénk. És akkor ugye következőt látjuk, ebben a vastagabb, magasabb edényben sós víz van, a másikban pedig csapvíz. És akkor az a kérdés, hogy melyikben fog hamarabb elolvadni a jég? Ezt a kérdést tegyük föl. Ugye az első körben az emberek azt szokták mondani, tehát aki ezt a kísérletet látja és bemutatja neked ember, hogy hát a sós vízzel oldasszák télen a jeget, a havat. Éppen ezért minden bizonnyal a sós víz lesz az, amiben hamarabb el fog olvadni a jég. Ezzel szemben, hogy fogjuk látni, hogy a kísérletben ez egy fontos szempont, tehát tény és valószínűleg mindjárt megmutatjuk, hogy a sóval nagyon könnyű olvasztani, de ami sokkal izgalmasabb ennél, az az, hogy a sós vízet, amikor előállítjuk, akkor megváltozik a sónak a hatására a víznek a sűrűsége. Ez azt jelenti, hogy amikor elolvad a víz, akkor körülötte egy olyan folyadékot fog találni, ami saját magánál, az olvadék vízénél nagyobb sűrűségű. Ennek eredményeként körülbelül ennél a pontnál lejjebb nem fog kerülni a piros színű víz, vagyis a jégnek az olvadása. Ez azt jelenti, hogy az itt a felső részen, amit látunk, akkor az olvadék az gyakorlatilag lokalizálódik ide fölülre. A másik esetben pedig az édes víznél az megolvadt víz, a jégkockából megolvadt víz a sűrűbb lesz, tudjuk, hogy a jég 4 fokon a legnagyobb, vagy a víznek 4 fokon a legnagyobb a sűrűsége, és ennek eredményeként az itt megolvadt víz azonnal lemegy az edény aljára, és az edény aljáról pedig érkezik föl víz, vagyis kialakul egy konvekció. Ez a konvekció, tehát egy folyadékáramlás, és a folyadékára nagyon sok hő is megy, és ennek eredményeként ennek sokkal egyenletesebb lesz a hőmérséklet eloszlása, vagyis teljes egészében keveredik a megolvadt víz az alatta levő vízzel. Ebben az esetben pedig azt látjuk, hogy ez nem olvad olyan gyorsan, ha majd esetleg itt teljesen elolvadt a jég, akkor meg fogjuk mutatni, hogy ott a másikban mennyi jég maradt. Néha, amikor a tanterem páratartalma olyan, akkor azt is meg lehet figyelni, hogy ezen a részen körülbelül egy ilyen csíkban, ahol a megolvadt jégnek a vize van,
akkor ott ki tud alakulni egy páracsík, tehát kívülről megpárásodik ez a mérőhenger, és akkor gyakorlatilag azt lehet látni, hogy itt sokkal-sokkal hidegebb lesz maga a víz, és ezzel, ennek eredményeként az üveg is, mint a másik. Ez sokkal egyenletesebb lesz. Ugye az elején lehetett látni, hogy a megolvadt víz az azonnal lemegy az aljára, aztán onnan az jön helyette egy másik, egy még melegebb fölfelé, és ennek eredményeként a szemlélettel, az átlag ember szemléletével ellentétesen ez éppen ellenkezőleg fog elsülni a kísérlet. Tehát az édes vízben hamarabb olvad el a jégkocka, mint a sós vízben. Föl lehet tenni a kérdést, hogy van akkor, ha az egy kísérletet az ember lát, egy jelenséget megismer, hogy minek, milyen haszna lehet ennek a dolognak. Most egyébként, ha az ember kicsit közelebb hajol ide, ha esetleg a kamerával tudunk egy közelebb képet mutatni, lehet látni, hogy van egy olyan réteg, ami igen sűrű tömény, és alatta egy sokkal hígabb réteg van. Ebből az is következik, hogy a jégkockából megolvadt rész a saját levében, a saját pocsolyájában úszik, és hát gyakorlatilag az alatta levő víz a fölötte levő vízzel nem keveredik. Azt kell mondjam, hogy a jelenségnek igen komoly alkalmazása van. Biztos hallottatok róla, hogy a déli sarkról igen nagy jégtáblák szoktak leszakadni. Most valamelyik elmúlt időszakban mondták, hogy egy Pest megyényi nagyságú jégtábla szakadt le. Na, ezek a jégtáblák, ahogyan keletkeznek, ezekről tudjuk, hogy ezek mind kivétel nélkül édes vízzel bírnak, és ennek eredményeként ezt az édes vizet, ezt érdemes elszállítani. Akár hiszitek, akár nem, az Arab Egyesült Emirátusban különböző nagyméretű hajókkal elvontatják, és ott így tudnak nagyon jó minőségű édesvizet csinálni. Azért nem olvad el, és akkor most már látjuk, mert ugye a víznek ahhoz, hogy elolvadjon, vagy a jégnek, hogy elolvadjon, az keveredni kéne, tehát ki kellene alakulni a konvekciónak, itt sem alakul ki. Ha van kedvetek, az interneten rá lehet keresni erre, megfelelő keresőszavakkal igen gyorsan rá lehet akadni ezekre a reakciókra. És hát gyakorlatilag ugye tudjuk, hogy édesvizet úgy is lehet csinálni, hogy a tengervizet az ember elpárologtatja, de az nagyon sok energia, úgy is mondhatnánk, hogy rengeteg környezetszennyezéssel jár. Itt viszont meg lehet oldani, hogyha elvontatják ezt az irgalmatlan a jégtömböt, akkor hát sokkal olcsóbban és kevesebb szennyezéssel jutunk hozzá. Úgy érdekességként tudom ajánlani, hogyha van kedvetek, akkor ha már ilyen fagyos dolgokról beszélek, mint a jég, akkor érdemes, talán a BBC-nek van egy sorozata, ami két részes rövid sorozat, arról szól, hogy hogyan hódította meg az emberiség a hideget. Tehát gyakorlatilag a több csata mellett az egyik az volt, hogy amikor a hideget elő tudták állítani már ipari méretekben, akkor lehetőség volt arra, hogy kialakuljanak a nagyvárosok. Egészen addig erre nem nagyon volt lehetőség, gondoljatok utána, hogy a nagyvárosokban akár több millió ember is él, még Budapesten is közel 2 millió ember él, és hogyha megnézzük, hogy hol termelik meg az élelmiszert, és hol eszik meg, akkor ugye világos, hogy látszik egy nagyon komoly logisztikai feladat, hogyha a hűtésről le kéne mondani, akkor le kéne mondani a nagyvárosokról is. No, azt hiszem, hogy egy pillanatig érdemes visszatérni erre a kísérletre, hogyha közel hajolunk ide, akkor már közel sem látszik a drót, hanem csak azt látjuk, hogy innen alulról két drót jön ki, és körülbelül egy a jó másfél újnyival beljebb van a széléhez, tehát a kísérletünk az szépen halad előre. Annyit szeretnék mondani, hogy amikor ezt a kísérletet beszoktuk mutatni fizika órán, akkor a kísérletet az óra elején szoktam elindítani, mindenki, hogy kimegyek, ott a szobámban el vagyok, és akkor a kollega pedig írja a levezetéseket, megmutatja a Clapeyron egyenletet, ami erről például szól, és akkor nemes egyszerűséggel mindenki ír, és percegnek a tollak, amikor ez a vastömb leesik, akkor mindenki húz egy érdekes vonalat ilyettében a papírra, és akkor tulajdonképpen ez nagyon jó mutató, hogy hol kell keresni ezt ennek a regelációnak a leírását. No, a következő, hogyha már tényleg olvasztásról beszélek,
akkor az lesz a feladat, saját magamnak adok egy feladatot, mutatom, itt van egy háromlábú székecske, és van egy teáskanna. Szerintem ezt nem nagyon kell mesélni, hogy ezek micsodák. Én szeretem az olyan eszközökkel való kísérletezést, ami nem kell, nem kíván sok magyarázatot. Na, tehát az a lényeg, hogy ide leteszem ezt a széket, és utána semmi más lehetőséget nem adok magamnak, csak hogy ezzel emeljem fel. Jó, tehát azt nem lehet megcsinálni, hogy így alulról így berakni, tehát ezt a részét ezt kihagyjuk. Jó, tehát ez a része még oda meg úgy se fér alá. Hogyan lehet ezt megcsinálni? Ugye ez a kérdés. No, hát akkor az első dolog az az lesz, hogy keresek egy pici vizet, nem sokat, egy keveset, így, és ezt a vizet ide rá ígyni. Nem kell sok, csak annyi kell, hogy a teáskannát, hogyha beleteszem, akkor a teáskanna alja legyen nedves, tehát akkor ez így pont jó. Ígyni. Így. Na, most már csak azt kell elérni, hogy a víz valahogy megfagyjon. Na, ezt viszont egy kicsit messzebb megyek, nem a fűtőgépen, még az udvaron látom, hogy esik a hó, úgyhogy hozok be egy kis havat, és akkor ezzel a hóval fogunk kísérletezni. No, meg is jöttem, meghoztam a havat, aki esetleg nem hinné el, hogy tényleg hó van, ezekben tessék megnézni. Tehát kérem, én készültem, úgyhogy most azt fogjuk csinálni, hogy ezt a havat ide szépen beöntöm a teáskannába. Úgy, tehetünk még egy keveset. Úgy, na, és akkor most jön a lényeg. Teszünk bele egy kis sót, ugye sóval történ olvasztás, így, és aztán elkezdem kevergetni. Ugye a só az a jégolvadás pontját meg fogja változtatni ebben a kísérletben. Teszünk még egy keveset, nem sajnáljuk. És ennek eredményeként ez a jég sokkal alacsonyabb hőmérsékleten fog elkezdeni megolvadni, mint 0 fok. Le fogja hűteni a vele érintkező edény alját, és az edény alja, hogyha lehűti azt a jeget, vagy azt a vizet, amit én aláöntöttem, az nem sós víz, akkor ez tulajdonképpen rövid időn belül meg fog fagyni, és a teáskanna fülénél fogva föl lehet majd emelni. Na most ugye a kísérlet mire tanít meg minket? Hát az egyik, ami szerintem izgalmas, hogy a jéggel való, tehát a sóval történő olvasztás, az ugye egyik részről biztosan gazdaságos, vagy mondhatnánk, hogy hasznos, inkább maradjunk abban, hogy maradjunk, hogy hasznos. Hasznos a tekintetben, hogy a gépjármű közlekedést fönn tudjuk tartani, esetleg a gyalogosoknak is a járdát hamar meg tudjuk, síkosságmentesség tudjuk tenni, tehát síkosítás ellen ez nagyon jó dolog. De hát ugye egyik része azt tudjuk, hogy a só az nem tesz jót a növényeknek, tehát a konyhasóval történő olvasztásról egyre jobban szokunk le, és mindenféle egyéb környezetbarátabb dolgokat tudnak kitalálni, például a karbamidot, meg eféléket. És ugye az viszont fontos tudni, hogy ilyenkor a környezetnél lényegesen hidegebbet fogunk tudni, tehát a jég el fog olvadni, tehát a hó és a jég el fog olvadni, de az út maga, ahonnan elolvasztjuk, az fogja adni a környezetből a hőt. Tehát az sokkal hidegebbre fog menni, és ez gyakorlatilag, ez a sózás elképesztő módon fogja roncsolni az utat. Tehát az olvasztás
hatására tényleg el fog a jég olvadni, de az olvadáshoz szükséges, sőt a környezettől vonja el, így az úttestől, és az úttest sokkal inkább ki van téve, mint hogyha csak hagyjuk, hogy önmagától olvadjon el. Arról nem beszélve, amíg ilyenkor az ember autóval rajta van, akkor ez a terhelés, az a ridegé vált aszfaltot sokkal könnyebben tudja megtörni. Tehát ridegé és törékenyé válik. Én, hogyha most jól megnézem, akkor már minthogyha a szélén kezdene a jég megfagyni, de azért egy kicsit hagyjuk ezt. Vannak folyamatok, amiket lehet sürgetni, csak nem hagyják magukat. Ez tipikusan azok közé tartozik. De ahogy elnézem, már vannak jelenségek. Egy rövid időn belül ezt föl fogjuk tudni emelni. Szerintem érdemes egy rövidebb ideig visszatérni a két hengerhez. Ebben a hengerben, idehozom a kamerának, hogy jól lehessen megmutatni, már nincs jég egy kevésse, mondhatnám egy szemernyi se, és a másikban pedig még elég nagy mennyiségű, körülbelül az egyharmada jég még biztosan megvan. Szerintem ez szépen látszik. És hogyha egész közelről hajolunk, akkor az is látszik, itt a szemmel, a közelülők, hogy itt tényleg megderesedett, ugyanúgy, mint amikor valaki egy kellemes hideg italt nyáron vesz, és itt ezen a csíkban, ahol ez a sötét rész van, ott ez szépen látszik. Remélem sikerült megmutatni. És akkor nézzük, hogy áll a jégvágásunk. Hát alakul, halad ez befelé. A jégvágásról még azt szoktuk csinálni, hogy valószínűleg meg fogunk csinálni még egyszer. Ugye negyedkor körül kezdtünk, most addig körülbelül egy 15-20 perc telt el, amikor az első átvágás megtörténik, utána elindíthatjuk a másodikat, és az sokkal gyorsabban fog létrejönni, mert hogy ez a jég ez közben melegedett. Amikor az ember kiveszi a hűtőgépből a jeget, akkor a mínusz 15 fok körüli. Amikor másodjára indítjuk el, addigra már vélhetően ez nem lesz csak mínusz 1-2 fokos, vagy sokkal melegebb, és akkor sokkal gyorsabb lesz maga ez a folyamat is. Nos, szerintem, hogyha én ezt megemelem, akkor mindenki látja, hogy ez sikerült megemelni. Idehozom közel, és meg lehet nézni, hogy tényleg körbe ott a jég megfagyott az edény és a székecske között. Tehát tulajdonképpen ezt az első nehetetlennek látszó feladatot könnyen meg lehet oldani vegyész módszerrel. Na, tehát akkor a következő. Akkor nézzünk egy másik kísérletet. Azt hiszem, hogy én ezt elteszem innen, mert csak az lenne a vége, hogy előbb-utóbb lelököm. Inkább biztonságba helyezzük ezt az eszközt. Egy kicsit rendet rakok az asztalomon, nem nagyon, csak egy kicsit. Úgy. Na most. A következőkben széndioxiddal fogunk foglalkozni. A széndioxiddal való kísérletezéshez, hát ugye minimum széndioxid kell, és hát, hogy nagyjából ismerkedni tudjunk a dolgokkal, akkor lássuk a széndioxid palackunkat. Elég gyakori, hogy a tűzoltó készülékekben széndioxid van. Az ember a széndioxid készüléket, a széndioxiddal oltót megnézi, akkor hát láthat egy izmosabb acéltartályt, fölötte egy szelepet és egy ilyen speciális nyitót. Nem tudom, ki mennyire tudja, hogy ebben a tartályban, amikor megtöltik, 5 kg széndioxid van, rá is van írva, hogy 5 kg a töltő tömege. Az 5 kg széndioxidot, hogyha betesszük, és kivárjuk azt, hogy szóval hőmérsékletű legyen, akkor itt
nem gázhalmaz állapotban, hanem folyadékhalmaz állapotban fogjuk megtalálni. Persze ez addig tart, amíg a kritikus hőmérséklet fölé nem visszük, de az rá is van írva, hogy ettől a hőmérséklettől meg kell óvni. Na most, hogyha valaki megkérdezi, hogy mégis mekkora nyomás van ebben a tartályban, akkor hát ugye semmi több nem kell, csak fölült az ember egy táblázatot, megnézi, hogy a széndioxidnak mekkora a nyomása adott hőmérsékleten, és hát, hogyha folyadékhalmaz állapot és gázhalmaz állapot van, hát körülbelül a légköri nyomásnak a 64-szerese található ebbe az edényben, és akkor ugye, ha meggondoljuk, ezt a kart az ember kinyitja, és csak egy sima cső lenne, tehát nem lenne ez a végén, ez a szerkezet, amiről mindjárt beszélünk, akkor a kifele áramló 64 atmoszféra, vagy bár nyomással érkező gáz, az úgy hanyat lökni az embert, hogy azt el se hiszi az ember. Éppen ezért ennek a vége úgy van megcsinálva, hogy egy ilyen végzáró anyát tettek, egy zárt anyát, és ezt a zárt anyát oldalirányból fúrják ki. Tehát ez azt jelenti, hogy most ezt levágnánk, ezt nem vágjuk le, mert a tűzoltók nyakon vágnának. Tehát a hatszög anyának minden oldalán van egy lyuk, és akkor az egyik oldalon kijövő gáz nyomása a másik oldalon gáz nyomásával szembe dolgozik, tehát gyakorlatilag ez a kitóduló nagy impulzust, ezt így tudjuk megállítani. Gondoltam, hogy azért megmutatom, hogy hogy néz ki egy ilyen, már úgy értem, hogy mekkora nyomás van benne. Hát először szerintem kinyitjuk, akkor meg lehet mutatni, hogy hogyan jön ki a széndioxid. Nem sok van benne, ez már egy kibontott rész, tehát nem az első kísérletezés. Ebből csak ilyen kevéske jön, úgyhogy ez most még csak az adrenalin szín növelésének az első fázisa. Jön a következő fázis, ebben már lényegesen több van, és ezt meg is akarom mutatni, hogy levesszük ezt a csövet, és csak úgy elengedjük ezt a gázmennyiséget, hogy mégis legyen valami elképzelésünk róla. És akkor erre már nem nagyon van szükség. Innentől fogva ész nélkül lenni, mert tényleg az ember nem vigyáz, akkor hanyat löki a gáznyomása. Betámasztom ide a vállamhoz. Mutatom, hogy ez nem játék, ez a kijövő gáznyomennyiség. Mondom, hogyha nem tudtam volna, és nem támaszkodnék így erőből rá, biztos hátra lökött volna a széndioxid. És én arra gondoltam, hogy hát hoztam még egy palackot. Igen. Most húznák a vonalat a kedves kollégák a papírra, hogyha jegyzetelnének, és akkor mutatom, hogy a kísérletet előről el lehet kezdeni, mert sem a jégnek, sem a jeget átvágó drótnak nem lett baja. Úgyhogy a jégvágás című kísérlet, ugye akkor ez 43-nál tartunk, mondjuk negyedkor elkezdtük, akkor valamivel kevesebb, mint fél óra alatt ment át. És akkor, ha most megismételjük a kísérletet, és megpróbálom ismételten nagyon finoman fölakasztani a megfelelő helyre. Így is van. Akkor rövidesen indul. Már most nem tudnánk kihúzni a drótot, mert itt a sarkainál olyan gyors ez a folyamat, hogy ez már nem engedi, hogy kimenjen. No, akkor természetesen hoztam egy teljesen teli palackot is. Ez még nincs kibontva, de ezen a palackon föl van szerelve egy érdekes eszköz, és ez lesz most a kísérletünknek a főszereplője. Ha megtetszenek nézni ezt a szerkezetet, akkor azt látjuk, hogy az itt kiáramló gáz ebbe a tartály részben fog szerepet vállalni. Itt egy nagyon kicsiny lukon keresztül fogjuk kiengedni, és hogyha kiengedjük, akkor hát valami történik. Hát ez a valamit, én mindjárt megnézzük, hogy pontosan mi ez. Ha valaki esetleg el tudja olvasni, hogy ide mi van ide készítve, az van ide írva, hogy snowpack, tehát akkor ez önmagában elmondhat sok mindent. Nekünk csak annyit tennivalunk van, hogy most egy kicsit várunk, és engedjük kifelé a gázt. Hát ez egy olyan barátságos módon engedi ki a gázt. Szerintem szépen látszik is ez. És ahogy ezt a
az eszközt használgatjuk, akkor ott bent történik valami. Ugye mindjárt fogjuk látni, hogy pontosan mi történik. Már rég használtam, úgyhogy nem nagyon tudom, hogy mennyi idő kell hozzá, de nagyságrendileg már alakul, amit én szeretnék majd megmutatni önöknek. Megnézzük, hogy mit látunk. És amint látják, itt valami történt, valami keletkezett. Ezt ide leteszem. Ez széndioxid, mégpedig szilárd halmazállapotban, vagyis száraz jég. A száraz jéggel két kísérletet szeretnék elvégezni. Az egyik, hogy ezt a száraz jéget betesszük ebbe az edénybe. A száraz jégről azt mondják, hogy -78,5 fok, és hogy kézzel tilos hozzányúlni, de tudják, a tanároknak van erről felmentésük. És akkor csinálunk még majd egy kis száraz jéget, még egy adagot, úgy is van. Azt akarom mondani, hogy a száraz jéggel kapcsolatosan, igen, a leglényegesebbet majdnem elfelejtettem, hogy a száraz jéggel egy kísérletet szeretnék elvégezni. A kísérlet arról szól, hogy szeretném megmutatni, hogy a száraz jég az szublimál. A szublimálást azt pedig úgy fogjuk megmutatni, hogy egy úgynevezett gázfejlődés jelző detektort kötünk hozzá ez a edényhez, és akkor azt fogjuk látni, hogy ha a detektornak a mérete növekszik, akkor tényleg keletkezik szilárd halmazállapotból gázhalmazállapot. Azért jövök most egy kicsit közelebb, hogy megmutassam, hogy a széndioxid az ebben a kísérletben nem fog megolvadni, hanem nemes egyszerűséggel csak elszublimál. Tehát a szublimáció jelenségét szeretném megmutatni. A következő palacnak, tehát a következő adagnak az lesz a feladata, hogy azt viszont szeretném megolvasztani. Tehát az egyik az, hogy megnézzük, hogy a kiengedett gáz az itt szublimáció révén szilárd halmazállapotot vesz föl, és ebből, mint látják, a szublimáció könnyedén bemutatható, és a következőben pedig azt fogom megmutatni, hogy hogyan lehet a száraz jeget megolvasztani. A száraz jég olvasztás az ugye, hogyha valaki fölteszi a kérdést, hogy pontosan hogy is történik, akkor azt kell mondani, hogy a száraz jégnek a fázisdiagramját kell megnézni, a széndioxidnak a fázisdiagramját, és ez a fázisdiagram ez elárulja nekünk, hogy pontosan mit kell tennünk. Hát itt van hozzá reményeim szerint minden, még engedjünk egy keveset hozzá, és akkor most kivesszük a száraz jég darabkánkat, így, és ebből a száraz jégből ide ebbe az edénykébe belerakunk egy valamekkora mennyiséget. Igazából a kísérlet nem erre van kitalálva, de mostanában a száraz jég beszerzés az akadozik. Tehát éppen ezért folyamodtunk ehhez. Tehát itt van egy kis edényke. Ez az edényke azért készült annak idején, hogy ebből készítenek fél literes palackot. Tehát ez az edényke egy előgyártmány, ez egy fröccsöntött előgyártmány, amit hogyha rátesszük a kupakot, akkor ezt a fröccsöntött előgyártmányt egy zárt térré tudjuk alakítani. És ebben a zárt térben fog létrejönni az, ami miatt ezt az egész kísérletet elkezdjük. Ilyenkor mi történik? Hát a környezettől hőt vesz föl a széndioxid, és a hő hatására két dolog történik. Egyik részről melegszik, másik részről pedig növekszik a nyomás. A száraz jég normál körülmények között, tehát ha kitesszük az asztalra és légköri nyomás van, -78,5 fok hideg lesz. Tehát a -78,5 fok hideghez egy bár légköri nyomás tartozik. Na most, amikor a hőmérséket elkezd növekedni, akkor a 78,5 fokról -55,5 fok környékére fog fölnövekedni, és közben a nyomás meg fog növekedni a légköri nyomásnak több mint az 5,2-szeresére.
Ebben az esetben a száraz jég eléri a fázis diagramja alapján azt az állapotot, amit hármas pontnak hívunk. Ez azt jelenti, hogy ennél a ponttól kétfelé fog válni a fázis diagram, és a kétfelé válás azt fogja mutatni, hogy amíg a három fázis megvan, addig abban a pontban fog maradni. Hát szerintem rövid időn belül fogjuk látni, hogy a száraz jég elkezd olvadni. Mindjárt mutatom. Most kivételesen jobb helyzetben vannak azok, akik interneten nézik a közvetítést, mert ők a kamerának azt a képét látják. Azt kell mondjam, hogy a száraz jégünk rövidesen teljességgel meg fog olvadni. Ugye nagyon hideg, ezért néha le kell törölnöm, hogy a páratartalmat letöröljük, és az látszik, hogy a száraz jégünk szép lassan áll össze, és megjelent a folyadékfázis. Szerintem ez nagyon szépen látszik. Nyugtass meg, hogy a kamera is jól látja. Letörlöm. Így. És akkor ott látszik a folyadékhalmaz állapot. Látszik? Nem? Hát akkor szerintem mutassuk meg, hogy ott a folyadék. Na, tehát igen, amikor ilyen kis rudacskákat szoktunk hozni, tehát hogyha most már azért csak látszik, hogy valami folyadék van, tehát itt van. Most ez egy ilyen furcsa, a folyadék ezzel a hószerű valamivel keveredett, és hát arra kell odafigyelni, hogy addig nincs különösebb gond, amíg a három halmaz állapot megvan. A szilárd, cseppfolyós, légnemű. Mert utána elszabadulnak az indulatok, és akkor a szobahőmérsékletig való hőmérséklet emelkedéssel az is fog járni, hogy a hőmérséklet mellett meg fog 64-szeresére, a légköri nyomás 64-szeresére növekedni a nyomás. Na most akkor azt fogom megmutatni, hogy ugye itt van a fölött, legfölül van a gázhalmaz állapot, itt a folyadék, és legalul pedig ott van a szilárd. Engedjünk ki ebből a... Már majdnem húztam egy vonalat. Na, tehát engedjünk ki egy kis folyadék, vagy egy kis gázt, és akkor azt hiszem mindenki látja, hogy nagyon hevesen forr a gáz, és olyan hevesen forr, hogy teljes egészében visszafagy szilárd halmaz állapotúra. Ha víznék bennetek, akkor most ezt körbeadnám, de téged, mint a bandagazdát megbízlak, hogy amikor eltűnne a szilárd halmaz állapot, előtte kinyitod. Jó? Egyébként most 6 perc alatt ért át, 6 és fél perc alatt. Szerintem ez jól látszik, hogy a jégnek a hőmérséklete hogyan növekedett. Egyébként még mindig tartja az edényünk ezt a megfagyott, idefagyott teáskannát, hogy ne legyen különösebb zavaró állapot, én ezt innen elteszem. És akkor az is látszik, hogy a száraz jég szublimációjá eredményeként egy gázhalmaz állapotú anyag keletkezett. Ha letöröljük erről is a páratartalmat, akkor azt hiszem jól látszik, megmutatható, hogy nincs benne folyadék. Tehát folyadék nincs, hanem itt csak szilárd halmaz állapot van és légnemű. Tehát a szublimációt figyelhettük meg. Ugye föl lehet tenni a kérdést, hogy mire jó ez, hogyha meg tudjuk mondani, hogy ez történik a széndioxiddal. Tehát föl lehet tenni a kérdést, hogy jó, tanuljam én ezt meg, de mi hasznom származik belőle? És akkor azt kell tudni, hogy először is foglaljuk össze, hogy mit látunk. Azt látjuk, hogy van egy folyadék, bocsánat, van egy gázunk, amit, hogyha lehűtünk, akkor szilárd halmaz állapotú lesz. Ha pedig azt szeretnénk, hogy folyadék is megjelenjen, akkor ahhoz a nyomást kell megnövelni. Ja, tehát akkor ezt szerintem, hogyha ezt mindenki látja és érzi, ha nem megy, akkor inkább szóljál. Na, fog menni? Jó. Valaki is ezt mondta, aztán sose látta meg. De ott abban be tudod nyomni abban a feketével. Nem, nincs autód, nyugtass meg. Oké. Jó, tehát az a domború része, ugye csak ide jövök, megmutatom. Az a domború része, az úgy van kiképezve, hogy azt a szelepet, nézd csak ide. Itt kicsavarjuk, így, és akkor itt van benne az a tűt, ha az ember megnyomja, akkor figyeljetek, akkor ez így fogja magát, és
és olyan hevesen forr, hogy forrás közben megfagy. Jó? Tessék. Akkor most már tudod, hogy kell csinálni. De ott hátrébb is mutasd meg, légy szes. Na, tehát akkor az a lényeg a dolgoknak, hogy a szublimációt akkor ezek szerint úgy lehet elérni, hogy alacsonyabb nyomást hozzunk létre. A nagyobb nyomás esetén pedig bejön az, hogy megjelenik a harmadik halmazállapot, vagy a gáz és a szilárd halmazállapot között. Na, tehát akkor honnan, tehát próbáljuk meg közösen megfejteni, hogy hogyan lehet ezáltal, hogy ezt a tudásunk megvan, hogy kulináris örömökhöz hogy juthatunk. Szublimáció okozta gyönyörök, kulináris gyönyörökre vagyok kíváncsi. Tegye fel a kezét, aki úgy gondolja, hogy egész biztosan nem okozott még a szublimáció által kulináris gyönyöröket neki senki. Jó, tehát akkor figyeljetek a kérdésre. Úgy fordítva tettem föl a kérdést, tehát aki nem tette föl a kezét, az bárki megkérdezhet, hogy például te milyen kulináris örömökhöz jutottál szublimáció révén. Jó, most az, de ez nem kulináris, jó? Tehát ez, ahhoz enni is kéne. Megetted bele, raktál? Meg se próbáld. Na, tehát viccet félretéve, ugye azt, ha megkérdezem, hogy hogyan csinálnak például a tejport, vagy hogyan csinálnak levesport. Ugye, gondoljunk utána, mi is történik ott azoknál az esetekben. Ugye a tejport, levesport úgy csinálnak, én úgy kezdenék neki, hogy mert én nem értek a konyhai művészethez, hogy megcsinálom a levest, alágyújtanék, és addig rotyogtatnám, míg beszárad. Na, csak hogy ebben az esetben a művelet végéhez már orrcsíptető kéne, olyan büdös lenne. Ugye, szerintem ezt mindenki érti. Valójában azt kell csinálni, hogy a magát a folyamatot liofilizálásnak hívják, azt hiszem erre akarták kiukadni. Ugye a fagyasztva szárítás. Megcsinálják a levest, beleteszik egy tepsibe, berakják egy vákumkamrába, és elkezdik a levegőt kiszivattyúzni, és akkor az alacsony hőmérséklet és az alacsony nyomás hatására a víz szublimál. Tehát gyakorlatilag ugyanazt csináljuk a széndioksziddal is, mint a vízzel, csak más hőmérsékletek és más nyomások kellenek hozzá. No, azt hiszem, hogy egyértelmű. A szublimációt, hogyha meg akarjuk fordítani, úgy is mondhatnánk, hogy itt van a széndioxid, ugye, hogyha mindenki megnézheti. Egyébként ez egy nagyon praktikus kis berendezés, mármint ez a snowpack. Ez arra való, hogyha valakinek van tartályban széndioxidja, akkor könnyedén tud szilárd halmazállapotú széndioxidhoz jutni. Na, tehát akkor ez itt van. Most hogyan lehetne elérni, hogy azt a kémiai, ezt a fizikai folyamatot megfordítsuk? Tehát az lenne a feladat, hogy próbáljuk meg a kísérletet ellenkező irányba végrehajtani. Nem bonyolult egyébként a dolog, amit mondok, mert csak annyit kell tenni, hogy -78,5 fok alá kell lehűteni ezt az eszközt. És ha 78,5 fok alá lehűtöm, akkor megfordul a szublimáció iránya, és akkor az fog történni, hogy a szilárd halmazállapot fog keletkezni. Itt most egy edényből öntögetek ki egy folyadékot. Ez a folyadék ez nem más, mint cseppfolyós nitrogén. Ez -198 Celsius. 196 Celsius fok hideg folyadék, és akkor ezzel fogjuk lehűteni az edényünknek az alját. Az edény alját, hogyha lehűtjük, én hoztam ehhez mindenféle olyat, ami szükséges lehet, hát hoztam egy edényt, ezt az edénybe teszünk egy kis cseppfolyós nitrogént, így, nem kell, hogy sok legyen, annyi kell, hogy ennek az edénynek az alját lehűtjük. Amikor ez lehűl, akkor hát először csak kisebb lesz a nyomás a hideg hatására. Amikor már annyira lehűl, akkor megjelenik a szilárd halmazállapotú széndioxid, és ugye látjuk, hogy a gázfejlődés jelző detektorunknak a mérete csökken. Ezt rögtön fogjuk látni. Ugye azt kell mondjam, hogy a kísérlet megfordíthatóságáról szól. Rövid időn belül olyan kicsi lesz a nyomás, mint abban a pillanatban, amikor a léggömböt ide fölraktam,
És azt is fogjuk látni, hogy ahogy a léggömb mérete csökken, ott megjelenik a szilárd halmazállapotú széndioxid. Ha tovább hűtjük, akkor viszont azt látjuk, hogy... Igen. Tehát... Jó. Tulajdonképpen, hogyha ügyesen engedtük volna bele a széndioxidot, nem, majd mindjárt csinálunk valamit vele. Visszamelegítem. Egy picit. Csak annyit akarok megmutatni, hogy a léggömbünknek a szája az föltapadt, na majd most már jobban tudunk segíteni rajta. Tehát annyi történt, hogy azt szerettem volna megmutatni, remélem, hogy most már jobban fog ez menni, hogy a léggömb, hogyha lecsökkentjük a nyomást, akkor egészen be tud menni, és ki tudja bélelni teljes egészében a léggömb, a lombikot. Talán, hogyha egy kicsit közelebbre húzzuk, akkor ez szerencsésebb lesz. És akkor azt látjuk, hogy egy olyan feladatot is megcsináltunk, amit, hogyha valakinek azt mondom, hogy úgy bélelje ki a léggömbbel a lombikot, hogy teljesen maradéktalanul, akkor el kell tüntetni hozzá a gázhalmaz állapotot. Ha belógatnánk a léggömböt és ott fújnánk föl, akkor ez így nem működne. Így viszont ez sokkal könnyedébben fog menni. Aha, szerintem ez most már látszik. Teljes egészében ki fogja bélelni a léggömb a lombikot. Ehhez csak annyit kell, hogy addig hűteni, amíg eltűnik az összes széndioxid, és akkor a léggömbbel kibélelt lombik esete a kísérleti eszközökkel. Na, hát akkor cseppfolyós nitrogénről szeretnék egy pár szót szólni, és a cseppfolyós nitrogénnek a bemutatása fog történni. A cseppfolyós nitrogént egy ilyen edényben fogom megmutatni. Ide teszem, majd fogjátok látni, hogy teljes egészében ki van bélelve, és ha hagyjuk magára, akkor rövidesen megint előbújik a léggömb. Tehát cseppfolyós nitrogénről beszélünk. Cseppfolyós nitrogén, hogyha beöntjük egy ilyen számára forró edényben, mert ugye mínusz 196 Celsius fok a nitrogén, és a szobahőmérséklet több mint 200 Celsius fok van, akkor egy ilyen nagyon heves reakciót látunk. Ez forrás, és a forrás hatására az edény le fog hűlni. Szerintem ezt is tegyük el innen, nektek az sokkal jobb láthatóságot fog biztosítani. Tehát itt van a cseppfolyós nitrogén, mondom, mínusz 196 Celsius fok hideg, forr, és itt megjelenik az elején itt egy ilyen kis folt, na szerintem jól látszik, és ez a folt egyre nagyobb és nagyobb lesz, amikor a folt teljesen összefüggő lesz, és addig ér, mint a nitrogén, akkor abba fog maradni ez a nagyon heves forrás. Ígyni. Hát akkor ez megvan. És akkor el lehet mondani, hogy a cseppfolyós nitrogénnek a forrása az szépen megcsendesedett, mert a környezetében levő üveg már nem szállít annyi energiát, ami az a nagyon heves forráshoz elégséges. Az a helyzet, hogy cseppfolyós nitrogénnek is a forráspontja nyomás függő, és ezt nagyon könnyű megmutatni, ráteszem a kezem, elzárom az edény alját, és nézzétek meg, a cseppfolyós nitrogén abba hagyta a forrást. Amikor hagyom, hogy forjon, az annyit kell, hogy leveszem a kezemet, és abban a pillanatban, hogy leveszem, lecsökken a nyomás, forrás elindul. Bezárom, és akkor elindítom, bezárom, elindítom, ezt többször meg lehet mutatni. Hát, hogyha most nagyon ravasz akarnék lenni, vagy rossz indulatú, akkor azt mondanám, hogy hát én a varázslatos kezem miatt van, az én aurámnak a kisugárzása, de ezeknek nem kell bedőlni, úgyhogy szerintem semmi több, csak fizika könyv. Annyi varázslatos kisugárzás, hogy fizika könyvekben ezek le vannak írva, ezek a jelenségek. Lehet, hogy nem ilyen látványos formában, hanem kicsit elvontabban, de végül is ezekből a kísérletekből kijön. Ugye láttunk nitrogént folyadékhalmaz állapotban, hát körülöttünk, hogy a levegőnek 78%-a nitrogén, tehát abban benne élünk. Amit kevesen szoktak látni, az a cseppfolyós nitrogén mellett a szilárd halmaz állapotú nitrogént. Tegye fel a kezét, aki már látott szilárd nitrogént. Na hát akkor
ezért jöttünk, hogy ezt megnézzük közösen. A módszer az megint csak a fizika könyvekben leírtakból fog kijönni. Tessék elgondolni a következőt. Mit mond a hőmérsékletről a fizika? A termodinamika része. Ugye az átlagos kinetikus energia az nem más, mint a hőmérséklet. Megvan ez a mondat? Kinek nincs meg? Tegye már fel a kezét, aki még nem hallott ezt. A hőmérséklet, termodinamika hőmérséklet, az nem más, mint az átlagos kinetikus energia, részecskék átlagos kinetikus energiája. Nem nagyon tettitek fel a kezeteket, de ez az igazság, hogy semmi akadály annak, hogy este nekilássatok és utána olvassatok egy kicsit, szerintem találtok otthon könyvet ehhez. Na, és akkor mit is lehetne csinálni, hogyha le akarnánk hűteni valamit? Hát az egyik lehetőség az, hogy ebből az edényből távolítsuk el azokat a részecskéket, amelynek az átlagos kinetikus energiája nagyobb, mint a többi. Na, melyik lesz az? Hölgyeim és uraim, jogukban áll gondolkodni, tehát ez azt jelenti, hogy hát ugye amelyik folyadékhalmaz állapotban van, vagy amelyik gázhalmaz állapotban? Hát amelyik gázhalmaz állapotban. Hát akkor mit kell csinálni? Innen el kell tüntetni a gázhalmaz állapotú nitrogént. Ha ezt megtesszük, mi fog történni? Megfogy a nitrogén. Ki hiszi ezt el nekem? Egy jelentkező is sok lenne. Fizika órán vagyunk, nem hittanórán. Jó? Tehát akkor lássátok meg, hogy mit kell csinálni. Hoztam egy vákumszivattyút, hoztam egy gyuháredényt, összetudjuk a kettőt kötni, és hogyha a vákumszivattyúból majd el tudjuk szivattyúzni azokat, amelyek átlagosan nagy kinetikus energiával rendelkeznek, megvárjuk, míg kihűl az edény. Míg kihűl az edény, mert most még forró, legalábbis a nitrogénnek mindenképpen. Így jobb, ugye? Itt a közel, így jobb. Aha. Jó, és akkor látjuk, hogy még mindig nagyon hevesen forr. Amikor ez a nagyon heves forrás abban marad, akkor bekapcsolom a vákumszivattyút. Ez most már nagyjából lehet is. Bekapcsoljuk a vákumszivattyút. Semmi más nem kell, csak a vákumszivattyút hozzá kapcsolni ez az edényhez. Így. Majd azt érdemes megfigyelni, hogy amikor ide tapad, akkor a nitrogén elképesztő módon fog forrni. Íme itt van. Most elszivattyúzzuk azokat a részecskéket, amelyeknek az átlagos kinetikus energiája a legnagyobb. Ami ott marad, az meg képes arra, hogy megfagyjon, ott vanni, tessék nézni. Abban marad a forrás, és ott van a szilárd halmazállapotú, hexagonális, kristályú, fehér színű szilárd nitrogén. Ez olyan szép, hogyha nem vigyáztok, ebben fogtok álmodni. Ugye? Tehát azt hiszem, hogy ez nagyon szépen látszik. Ha valaki nem hinné el, hogy a nitrogén az tényleg sokkal hidegebb lett, mint a normál nitrogén, akkor a következőt fogjuk tenni. Ezt az edényt azért törölgetem, azért melengetem és simongatom, hogy mutassam, hogy még most is jól láthatóan forr, igaz? És amikor most ki fogom kapcsolni a vákumszivattyút, a vákumszivattyút lecsatlakoztatjuk erről az edényről, azt fogjuk tapasztalni, hogy az ott levő nitrogén az egyáltalán nem fog forrni. Most még most engedem be a gázt, és az a nitrogén, ami ott van benn, az nem fog forrni. Úgyni. Letörlöm a kezemmel. Ugye az nem forr. A másik ott van mellette, az pedig forr. Tehát az lényegesen az olvadási hőmérséklet, vagy a forrási hőmérséklete alá csökken. Egyébként a cseppfolyós nitrogénnek a forrás hője nem túl nagy, tehát a forrás és a fagyáspont közötti hőmérséklet mindösszesen 13 fok. Tehát nem kell sokat lemenni. Hát igazából ezt meg lehet nézni.
ugye megint csak, tehát itt nem tudom mennyire veszitek, hogy a halmazállapot változásoknak a nyomás és hőmérséklet függéséről beszélgetünk itt most a kísérletek nagyobbik hányadában. Hát ezt egy vegyésznek nem baj, ha tudja. Én azt gondolom. Tehát így választódott ki ez a rész, és akkor, hogyha ezt kicsodálkoztátok magatokat, akkor nézzünk egy egyszerű kísérletet. Mondhatnánk, hogy még az is lehet, hogy unalmas lesz, de vállalom az ódiumát. Itt van. Ez, ha minden igaz, akkor ez egy gázcső. Ez meg egy bunzenégő. Csak azért, de a bunzenégőre semmi szükség nincs, csak meg akarom mutatni, hogy ezt meg lehet gyújtani. Ja, pardon. Oké. Okay. Jó. Tehát meg lehet gyújtani. Tehát, hogy nehogy valaki azt higgye, hogy nem lehet belátni, hogy ott a részben itt mi található. Tehát, hogyha most tényleg be akarom bizonyítani, hogy ez gáz, akkor minimum meggyújtom, és akkor már onnantól fogva sokat nem fogunk vitatkozni rajta. Tehát, ugye itt a bunzenégővel kapcsolatosan tud-e nekem valaki mondani egy olyan jelenséget, amit fizikából tanítunk, és a bunzenégő működésének az egyik alapja. Hát ugye a Bernoulli törvényt kéne mondani. Ugye a Bernoulli törvény az azt mutatja, hogyha valahol nagy sebességgel áramlik egy gáz, akkor ott lecsökken a nyomás. Na most ugye, ha szétszedjük ezt az égőt, akkor ugye azt lehet látni, hogy itt van egy nagyon pici lyuk. Ha kinyitom, akkor ezen a kis lyukon nagy sebességgel áramlik kifelé a gáz. És ez a gáz, hogyha ezzel a... Tehát ugye két eszköz van, van ez a korong, és van ez a keverőszár. Amikor a keverőszárat elrakom a helyére, így, és a koronggal lezárom, akkor tulajdonképpen teljességgel elzártam a levegő útját, amit tudna keveredni a gázzal. Ha ilyenkor meggyújtjuk a bunzenégőt, igen, ilyenkor meggyújtjuk a bunzenégőt, akkor egy olyan lángot fogunk látni, ha el van zárva, mindjárt mutatom, hogy próbáljuk elzárni. Pillanat, na most. Ha elzárjuk, akkor egy ilyen sárgás láng van, nem tud keveredni hozzá az oxigén. Éppen ezért a kijövő láng mindig csak a felületén ég, és hogy megy följebb és följebb, úgy tud keveredni a levegő oxigénjével. Ha most kinyitjuk ezt az itt levő rést, akkor oda tudunk engedni hozzá egy kis levegőt, és a levegővel keveredve az égés sokkal tökéletesebb lesz, és akkor tulajdonképpen a gáznak a lángját így tudjuk beállítani, hogy lassabb, tehát nem túl nagy hőmérsékletű, vagy tökéletesen égő gázról beszélünk. Na, tehát akkor itt szeretném megmutatni ezeket a dolgokat. Na, első kérdés, most jönnek a kérdések. Mekkora nyomás van ebben a gázcsőben, ami ott érkezik föl? Ki tudná nekem megmondani? Hát, na, akkor nézzünk egy kísérletet. Ebben a hengerben, ebben víz van, az azt jelenti, hogy ha nagyon akarjuk, akkor ezt a hengert használhatjuk, mint nyomásmérőt. Itt van rajta egy beosztás, és hogyha fogja az ember, leveszi ezt a gázcsövet, én itt, bocsánat, de ide szépen kinyitjuk ezt a gázcsövet, így, akkor azt látjuk, hogy jön kifelé a buborék, és hogy én megyek lefelé vel a gázcsővel egyre lejjebb és lejjebb, akkor egyszer csak azt vesszük észre, hogy már nem jön buborék. Ha most valaki esetleg emlékszik arra, hogy középiskolában tanulta hidrosztatikai nyomásról, akkor itt nagyon precíz mérési lehetőség van arra, tehát, hogy ide tesszük a buborékot, akkor nagyon precíz mérési lehetőség van arra, hogy megmondjuk, hogy mekkora hidrosztatikai nyomás van ott a cső végén.
Ha kijön a buborék, akkor a gázban van nagyobb nyomás, ha nem jön ki, akkor pedig a folyadékban. Tehát ez szerintem ez nagyon szépen látszik. Azt hiszem, hogy ahogy följebb húzzuk, egyre jobban jön ki a buborék, ahogy megyünk lefelé. Tehát ez egy olyan dolog, hogy nem árt, hogyha az ember tudja, hogy mégis amivel dolgozik, arról mit, attól mit várhat. Na most. A gáz sűrűségéről mit tudunk mondani? A levegőnél hígabb vagy sűrűbb? Tegye fel a kezét, aki úgy gondolja, hogy hígabb. Tegye fel a kezét, aki úgy gondolja, hogy sűrűbb. Jó? Tegye fel a kezét, aki eddig nem tette fel a kezét. Jó? Aki, ez az ő kedvére elmondom, hogy Görögországban, az ókori görög világban, ha valaki az agórán szavazhatott volna és nem szavazott, tudják-e, hogy hívták? Jó, tehát a házi feladat utána nézni, innen származik az idióta szavunk. Tehát ez csak úgy azért mondom, hogy ha megsértettem volna valakit, nem az volt a cél, csak szerettem volna ezt is elmesélni, ezt, hogy kik voltak az idióták. Na, szóval akkor az a lényege, hogy szemetes zsákot gyanítom láttak már, és akkor ebből a szemetes zsákkal megmérjük a sűrűségét a gáznak, illetve legalábbis nem megmérjük, csak összehasonlítjuk a levegővel. Ide beengedjük a... Így. Na, tehát szeretnénk azt elérni, hogy csak gázzal töltődjék meg ez a... Igen. Éppen fölfújjuk ezt a viszonylag vékony falu zacskót, és akkor szerintem most már mindenki tudja, hogy a sűrűsége kisebb a levegőjénél. Mert még magával tudta vinni az acskót is, tehát lényegesen kisebb a sűrűsége. Jó. Ezt elrakom innen, mert csak gondot okozna későbbiekben. Úgy. Sűrűség és a gázokkal kapcsolatos kísérlet. Kémiában azt mondják, hogy az égés ez egy fontos folyamat. Hát akkor nézzünk utána, mit tudunk erről mondani. Itt van egy papír, egy vékony, ilyen messzió papírra öntök egy kis petróleumot. Meggyújtjuk ezt a egyébként éghető. Na. Tehát kialakul egy égés. Mindenki látja, hogy szépen ég. A kérdés az, hogy miért csak ekkora a láng? Több oka is van, de az egyik legfontosabb oka, hogy amikor ez elkezd égni a petróleum, az egy meleg gázt produkál, és ez a meleg gáz az menne fölfelé, a szerencsétlen, de itt fölül hideg gáz van, és azt a hideg gáz félre kell lögdösni. Na most, ha valaki ezt nem hiszi el, akkor megmutatom azt, hogy itt van egy ilyen henger, ami oldalról nézve lukacsos, és ezt a hengert elhelyezzük ide. Ettől még túlzottan sok nem történt, valamivel egy picivel hosszabb lesz, kialakul egy kémény hatás, de a kémény hatásnál sokkal hatékonyabb, ha ezt megpörgetjük. Figyeljék meg, hogy mi fog történni. Ezt a jelenséget tűztornádónak hívják, és azért tud ekkora cső kialakulni, vagy ekkora lángoszlop kialakulni, tehát nem változtattuk meg a hőmérsékletet, nem változtattuk meg az éghető anyagot, szerintem ezt mindenki látja, hanem csak annyi történt, hogy megforgattuk a hengerben a gázokat, és a megforgatás révén szeparálódnak. Ugye egy centrifugál szeparátor úgy működik, hogy a külső részére teszi a hideg
gázokat, jelen esetben amelyeknek nagyobb a sűrűsége, és belül maradnak azok a gázok, amelyeknek a sűrűsége kisebb. És ennek eredményeként ki tud alakulni. Megállítjuk a forgást, megcsillapszik az égésnek a sebessége. Másik irányba is működik, tehát nehogy azt higgye valaki, hogy csak a jobb sodrású rendszerben működik, ez a jobbra-balra egyformán működik, ez nem politizál, hogy viccesen mondjam a dolgokat. Szerintem nagyon szépen látszik. A tűztornádó egyébként, hát így laboratórium vagy ilyen tantermi körülmények között egy ilyen forgatással könnyedén előállítható, de elő tud állni ez saját magától is, hogyha a szelek azok úgy alakulnak, hogy tehát a mindennapi állapotban a tornádó az úgy alakul ki, hogy alul van a forró levegő, fölül van a hideg, és ezek, ha véletlenül ilyen oldalirányú, ilyen úgynevezett csavaró szelek alakulnak ki, akkor ezek a csavaró szelek kialakíthatják a forgást, és akkor a forgás hatására egy önerősítő folyamat van, ami egyébként a tornádónak a halálát okozza. Na most azt kell tudni, hogy most ugye meg akarunk szabadulni az égéstől, hogy mit kell csinálni ezzel. Az égéshez ugye három dolog kell, hogy éghető anyag, hőmérséklet és oxigén. Hát az oxigént elvesszük, akkor abban a pillanatban megszűnik az égés. És ez a kísérlet arra is megtaníthat benneteket, hogy ha véletlenül a serpenyőben meggyullad a zsír vagy az olaj a konyhába, akkor azt nem vízzel oltjuk. Ha vízet az ember beleönt, akkor a víz nagyon hamar forrásba jön. Ugye amikor a zsír és az olaj már ég, akkor több mint 300 fok Celsius van, és akkor ott a nagyon hevesen forrásba jövő víz robbanásszerűen lögdösi a részecskéket, és mindegyik köré oda tud férkőzni az oxigén, és ennek hatására egy irgalmatlan nagy lobbanást fog tudni az ember okozni. Én azt tudom mondani, hogy ha valakinek nincs egy ilyen fedője, amivel így le lehet fedni, akkor halált megvető bátorsággal meg kell fordulni, ott hagyni a konyhát, elmenni a gardróbszekrénybe, kikeresni a legdrágább nercbundát, és azzal egy mozdulattal letakarni. Azért nercbundát, mert az lassabban ég, mint bármelyik más. Tehát sokkal nagyobb a meggyulladási hőmérséklete, mint mondjuk a műszálas bundáé. És egyébként a legvégén ki fog jönni, hogy ez a legolcsóbb megoldás a tűzeloltására. Azt is tudom mondani, hogy volt egy ismerősöm, aki gondolta egy nagyot, és beleöntötte ezt az egészet a lefolyóba, ezt az égő szerkezetet. Egyetlen egy dologgal nem számolt, a lefolyóba is volt víz, a bűzzelzáróba, és a lefolyó egyébként meg műanyagból volt, tehát sokkal rosszabbat tett, úgyhogy végig kell gondolni az ember, amikor csinál. Ez a pedig jó ötletnek tűnt kategóriájú hebehúrgya gondolkodás az, amit ilyenkor az ember előhoz. Azt szeretném mondani, hogyha még bírjátok, akkor az égéssel foglalkozzunk egy keveset. Itt van a következő kísérleti eszköz. Van, tehát erre az edénykére az van ráírva, hogy likopódium. A likopódium egy növénynek a spórája, a kapcsos útifűnek a spórája, ami egyébként, mint olyan, mint a növények elég sok szaharózt is tartalmaznak, tehát valamiféle olyasmit, ami akár éghető is. Ide kiteszek egy keveset ebbe az edénykébe, és megpróbáljuk meggyújtani. Valamekkor a sebességgel fog égni, az égésnek a sebessége nem lesz túl gyors. Hát azt hiszem, hogy látjátok, hogy megteszek mindent azért, hogy meggyújtsam. És több-kevesebb sikerrel jár. Tehát ím itt látható, hogy ott ég a kapcsos útifűnek a spórája. Így. Ha most azt szeretnénk, hogy ez a kapcsos útifű spórája egy kicsit nagyobb sebességgel égjen, akkor meg kell nézni, hogy miért ég ilyen lassan. Ugye jelen pillanatban mondhatnánk, hogy az előző kisetből, hogy itt is fölfele akar szállni a meleg, de itt azért van egy másik megoldás is. Ugye, ha megnézi valaki, akkor a kapcsos útifű spórája csak a legtetején érintkezik az oxigénnel, azok, amelyek így leüllepedtek, azok között nincs oxigén, tehát ott nem tud kialakulni az égés, még ha van is rá lehetőség, ez mutatja, hogy a környezetében ott elég jól megpörkölődött egy-két ilyen spóraszem. Tehát akkor ez azt jelenti, hogy az oxigénnel való találkozást
esélyét kell jobban megadni. És ezt nagyon egyszerű megcsinálni. Én hoztam egy eszközt, van egy ilyen cső, egy tölcsér, ide beteszünk egy kis spórát, nem sajnálom én ezt a spóra mennyiséget, és akkor fogja az ember, meggyújtjuk a gyufát, így. Amikor a gyufa már jól ég, akkor belefújjuk a spórát a gyufa lángjába. Azt hiszem, hogy jól látható, hogy ez több mint egy evőkanálnyi spóra volt, és ez egy pillanat alatt ellobbant. És hát, hogyha van kedvetek, akkor megpróbáltok csinálni róla videófelvételt magatok videókamerával. Következőt tudom mondani. Amikor az ember belefúj, és így kockánként megnézi, hogy mi történik, először csak egy ilyen kis hosszú lángocska van, és utána az a lángocskából lesz ez a gömbalak. Az a gömbalak az nem más mutat, mint hogy a hőhatására elkezd tágulni a gáz, és attól lesz ilyen szép nagy gömbalakú, ugye a nyomás gyöngítetlenül minden irányba tova terjed, tehát tulajdonképpen a tűzgömbnek az okát is nagyon jól meg tudjuk magyarázni, hogy miért is alakult ez ki. Na tehát akkor megmutatom még egyszer. Úgy, csinálunk jó nagy tüzet. Úgy van. Azt akarom mondani, hogy amikor a kísérletet megkérdezi valaki, hogy mi az értelme, hogy ezekkel megismerkedünk. Ugye egy vegyésznek, hogy ilyesmi reakciók előjöjjenek, az jó, ha az ember elkerüli. Tehát mi kell hozzá? Kell valami nagyon jó fölaprított éghető anyag, kell oxigén és valami, ami meggyújtja. Mik lehetnek ezek? Az éghető anyagokat vegyük sorba. Hát az első, a legismertebb, az első ilyenek voltak, azok a malmok voltak. Megőrlik a lisztet, ugye ott a szála por, az a része fog legjobban szállni, amelyik a legapróbb, ez a döbbenetes benne. Ilyenkor elég egy szikra, és akkor végre fog hajtódni, vagy végre ugyanaz, amit itt is láttunk, ezt tudják, hogy kémiai láncreakció. Hogyha egyetlen szemcse, legalább kettőt maga körül meggyújt az égés során érkező hővel, és az megint kettőt meggyújt, akkor egy láncreakció alakul ki. Ezért ilyen rövid ez a tűz jelenség, amit látunk. A másik dolog, ugye, hogy mi lehet még a liszten kívül? Hát a liszten kívül lehet az asztalos műhely, ahol fűrészgép van. Főleg a jó, tehát az asztalosok nem szeretik, hogyha olyan fát hoznak nekik, amelyeken még tegnap előtt fütyült a rigó, hanem azt szeretik, amik jó száraz. Abból lehet dolgozni, mert az nem vetemedik el. Szerintem mindenki érti. A száraz fát pedig, ha az ember fűrésszel, csiszológéppel, ebben-abban megmunkálja, akkor ott ugye száll a por, mindenhova lerakódik. Jön egy húzat, becsapja az ajtót, bum, és akkor begyullad az éghető faliszt. Ugye ezt, hogyha van kedvetek, ki lehet próbálni. Aztán vegyi gyáraknak a különböző éghető anyagai, és a nem utolsó sorban a gyógyszergyárak, azok is a vegyi gyáraknak egy speciális fajtája, de ezek a helyek azok, ahol az nagyon fontos ez a történet. Ezeken a helyeken úgynevezett IR szabványoknak kell, robbanásbiztos szabványoknak kell megfelelni. Ha elkerülhetetlen a por, akkor egész egyszerűen azt kell megcsinálni, hogy a környezetben legyen elszívás, tehát az, amennyire lehet, el kell szívni. Ha az elszívóban pedig csak is kizárólag olyan anyagok lehetnek, amelyek nem okoznak statikus feltöltődést, és nem okoznak szikrát. Tehát mit tudom én, kommutátor nélküli motorokat kell berakni, ugye mert a kommutátorok imádnak szikrázni. Ezt mindenki megértheti. Tehát gyakorlatilag, amikor az ember egy ilyen jelenséget megismer, akkor ugye a legizgalmasabb dolog az, hogy akkor azt is megtudja, jól megismerte, hogy hogyan lehet megállítani, megállítparancsolni ezeknek a jelenségeknek. Van még egy anyag, amelyek a porrobbanásától, aki tud és hallott róla, az biztos, hogy azt mondja, hogy rettenetes, ez az alumínium. Ki hallott az alumínium porrobbanásról? Ezek szerint senki. Na, mesélem. A legújabb
típusú autók, főleg a felső kategóriás autók már nem acél karosszériából meg műanyagból készülnek, hanem alumíniumból. Az alumínium karosszériákról itt is szeretnék elkezdeni, hogy ideálisan gömbölyded legyen, olyan legyen, amilyet az ember megálmodott, és csak utána festik össze. Tehát ez azt jelenti, hogy az alumíniumnak a csiszolását azt ott a gyárban gépekkel mi egymással végzik, és ugye az alumíniumról senki nem gondolná elsőre, hogy az robbanásképes. Az alumínium, ha megnézi az ember, akár itt van egy alumínium, tehát az ember, ez hosszú-hosszú idő után sem rozsdásodik. Hanem, ha alaposan megnézi az ember, azt lehet mondani, az alumíniumnak az oxidja, az egy teljesen zárt felületet fog hozni, és gyakorlatilag az alumíniumnak a legfelső rétegén lesz alumínium-oxid, az teljesen bezárt, és az alattal levő részeket ez óvja meg. A vas az ebben ellentétben, ez egy porózus lesz a vasoxid, mind a két fajtája porózus, és ennek eredményeként a porózus nem gátolja meg az oxigén bejutását, tehát egy folyamatos rozsdásodásnak lehetünk tanulni. Amikor az ember frissen megcsiszolja az alumíniumot, akkor ugye nem csak ez a porózus, vagy nem porózus, ez a záró réteg fog megszűnni, hanem minden egyes részecskének a felülete az még, akkor még egy viszonylag hosszabb, rövidebb ideig, percekben mérhető, akkor az ott még nem lesz oxidos. És ha az találkozik az oxigénnel, akkor azért azt lehet tudni, hogy az alumínium az egyéb vegyületeiben, vagy a kémiai reakcióiban sokkal agresszívabb, mint bármelyik körülötte levő fém. Tehát nem véletlenül lesz ez egy veszedelmes dolog. Tehát az alumínium, amikor elkezd oxidálódni, akkor rengeteg hő keletkezik, és az oxidációt nem kell nagyon, hát hogyha egyszer elindult, azt nem kell bíztatni. És hát ennek eredményeként az alumínium porrobbanás az nagyon sok ember halálát okozhatja, akár csak egyetlen egy. Azt tudom mondani, hogy volt egy magyarországi cég, aki kérte, hogy tartsunk náluk ilyen safety day-t, ahol ilyen kísérletekkel meg lehet mutatni a biztonságot, hogy lehet megóvni, és mondták, hogy ha lehet, akkor ők megmutatnák, hogy szeretnék, ha alumínium porrobbanást ott megmutatnánk. Mondtam, hogy akkor tessenek mást keresni hozzá, én szeretnék fölnézni, látni a családomat, és hát gyakorlatilag ezt nem lehet túlélni. Azt tudom mondani, hogy Kínában volt egy nagyon komoly porrobbanás, 3-600 méter távolságban megolvadtak a gépjárműeknek a szélvédői. Tehát ez egy durva történet, tehát ez nem játék, és nem kell hozzá nagy mennyiség. Ugye az égéshő, az 1 kg anyag elégetésekor felszabaduló hő, az ebben a kapcsos úti fűporban, ebben nagyon pici. Ezért ezzel nagyon jól lehet dolgozni, az ilyen tüzes emberek erre szeretettel használják, tehát hogyha valaki ilyet akar venni, akkor ilyen tűznyelő, meg ilyen mutatványos emberek kell érdemes jobban lenni. Azt tudom mondani, hogy 16 tonnát gyártanak, vagy gyűjtenek be évente ebből a likopódiumból, és ebből 12 tonnát egy cég használ föl. Egy Rammstein nevezetű együttes. Az ő tűzi játékaik ilyen kapcsos ütifűporral készülnek, azért, mert egyik részről nagyon könnyű meggyújtani, nem nagyon nagy hőmennyiség keletkezik, tehát igazából egy színpadi technikában nagyon jó beilleszthető. Tehát ezt mindenképpen tudom mondani, hogy ez egy fontos dolog. Nézegettem, hogy milyen kísérletekkel szórakoztassalak el benneteket, de rájöttem, hogy van még egy-két dolog, amit mindenképpen szeretnék megmutatni. Ugye kibírjátok még, hogy egy pár kísérletet. Jó. Ezért inkább engedélyt kérek, mint sem, hogy a Facebookon kitárgyaljatok engem. Hát az igen hülyén jön neki. Amit szeretnék megmutatni, az egy olyan kísérlet, amit nem baj, hogyha a vegyészek ismernek. Szóval, nézzétek, mi kell hozzá. Kell hozzá egy Van de Graaff generátor. A Van de Graaff generátort kisütő nélkül sose használjuk, mert meglepő, hogy óvatosan mondjak, vitustáncot lehet tőle járni, hogyha az ember nem úgy kezd hozzá. Szóval,
Így is van. Megkapcsoljuk a Van de Graaff generátort. És azt hiszem jól lehet látni, hogy komoly szikrákat tudunk vele produkálni. Első lépés. Tehát ez azt jelenti, hogy ha hagyom a Van de Graaff generátort föltöltődni, akkor körülötte irgalmatlan nagy elektromos tér alakul ki. Az, hogy mekkora lesz az elektromos tér, az biztos tanultátok, hogy egyik részről attól függ, mennyi a töltés, másik részről pedig van egy nagyon fontos, hogy mekkora a görbületi sugár. A Van de Graaff generátornak, hogyha egy drágábbat, úgy értem, egy nagyobb feszültségűt szeretne az ember, akkor egy nagyobb gömböt fog kapni. Ha még nagyobb feszültséget, még nagyobb gömböt. És ez pontosan abból fakad, amit egyébként elektromosságtanból, elektrosztatikából lehet megtanulni, hogy a görbületi sugár az meghatározza, hogy körülötte mekkora lesz a levegőben a feszültség. Ez azt is jelenti, hogy ha túl nagy lesz a feszültség, akkor elindul az elektromos kisülés, az lehet koronakisülés, vagy ilyen csattogó kisülés, ebben most mélyen nem mennék bele, de mindenképpen szeretnék egy olyan kísérletet megmutatni, ami régen 30 ezer forint volt, most nem tudom mennyibe kerül. Ugyanis ehhez rá kell gyújtani ez a kísérlethez. Azt tudom, hogy most azt fogom csinálni. Telefújjon füsttel. Mindenki látja, hogy itt van benne a füst. És ettől a füsttől szeretnénk megszabadulni. Azt fogom tenni. Közelítek. És egyszer csak eltűnik az összes füst. Szerintem jól látszik. Teljesen igen, eltűnt. Így. A magyarázat nagyon egyszerű. A kísérleti eszközben van egy dugó, és a dugón keresztül szúrtunk egy kötőtűt, és a kötőtűnek a vége nagyon szépen ki van hegyezve. A Van de Graaff generátorhoz, ha közelít az ember, akkor itt van egy kis görbületi sugár, vagyis az elektromos töltések körülnek itt egy szép nagy teret fog létrehozni, és itt a másik oldalon is kialakul. A füstnek a részecskéi azok pedig dipólus molekulák, a dipólus molekulák pedig úgy fognak viselkedni az elektromos térben, hogy két hatás van, az egyik, hogy be fogják őket forgatni a tér erővonalainak irányába, és az erővonalak mentén az egyre növekvő térerősség irányába indulnak el, vagyis a csúcshoz mennek. Ha valaki nem hiszi el, hogy tényleg onnan eltűnt, elég csak kihúzni a dugót és beleszagolni, de aki nem szereti a cigarettafüst szagát, az egyszerűbb, hogyha nem szagol bele. Elújtjuk a csükket, erre már nincs szükség. Na tehát ez volt az egyik, amit szerettem volna mindenképpen megmutatni. Az elektromos hatással kapcsolatosan pedig két egyszerű kísérlet. Itt vannak ilyen muffinos pohárkák. Ezeket a pohárkákat én ide szépen fölhelyezem a Van de Graaff generátornak a tetejére. Óvatosan egymásra helyezzük őket. És hát azt szeretném megmutatni, hogy az elektromos töltések, hogyha azonos töltést mindegyik, már pedig mindegyik azonos töltést fog kapni, akkor azt fogjuk tapasztalni, hogy az azonos töltésű testek taszítják egymást, és azt hiszem, hogy nagyon szépen látszik, hogy ezek szépen fogják magukat, és szana szétszállnak. Hát ugye idáig még ez játéknak mondható, vagy legalábbis többen gondolhatják, hogy játék, de hogy jön ide a szakma, vagy esetleg valami más egyéb. Nézzünk meg még egy kísérletet. Most a pohárkák helyett konfettit szórok ide a tetejére. A konfettit, hogyha szépen elhelyezzük, és bekapcsolom a Van de Graaff generátort, akkor figyeljétek meg, a konfetti szét fog szóródni pillanatokon belül.
Na most az nagyon fontos, hogy amikor az ember a kísérletet, igen, megnézi, nézzétek meg, a hátam közepén is van még konfetti, és ez azért van, mert a konfetti elektromosan töltötté válik, én ugye állok nagyjából a talajon, és egy földelt felületnek felelek meg is. Gyakorlatilag minden egyes pontjára eljuthat a festékszórásnak a modelljét mutattuk be, az elektrostatikus festékszórás. Amikor a festéket nem csak gázzal, tehát sűrített levegővel porlasztják el, hanem még adnak hozzá nagy feszültséget, elektromosan töltötté teszik a cseppeket, és ha például egy fémes tárgyat akarnak, egy autót akarnak például lefesteni, akkor az a másik oldalon is megjelenik, ott, ahol egyébként a festő rá se lát. Tehát igazából ebben is lehet segíteni azt, hogy az elektrostatikus festés működjön. És akkor szerintem van egy utolsó kísérlet, amit vagy sikerül, vagy nem. Azért mondom, hogy vagy sikerül, vagy nem, mert ennek több buktatója mellett az szokott lenni, hogy ez a szikrázó, ez valamilyen oknál fogva utóbbi időben kihagy, de majd csak megoldjuk valahogy ezt, hogy működjön. Ez azt jelenti, hogy fogja az ember. Ezzel a durranással megköszönöm a szíves figyelmeteket. Ez egy ilyen alkoholos rakéta volt, semmit többet nem kell, egy száraz palacba beletenni egy kis alkoholt, addig forgatni, még elgőzölög. Utalnék arra, hogy az éghető anyag az oxigénnel nagy felületen találkozom, egy szikrával begyújtjuk, és akkor a vége egy adiabatikus expanzió. Köszönöm a figyelmet.